Na, a szolgálatról még csak annyit, tehát hogy mennyire oda tudta magát adni. Néha játékos kedvében volt, nem sokszor egyébként, ugye a film szerepeket ismerjük, tehát ő szeretett valamennyire átlényegülni, ha, de soha nem mondta magát színésznek, nem gondolta magát színésznek, ezek játékok voltak, főleg a Bereményi ihletésével és a Bereményi segítségével. És talán 1990-ről beszélünk, amikor a Géza kitalált egy gigantikus performance-t Tatabányán. A Tatabányai Szociál Műfázban, nem tudom, hogy ki volt ott, vagy ki nem volt ott, az egész műfáz összes emeletén a különféle kubusokban és terekben különféle életképek jelentek meg a 60-as évekről, és adott az egésznek a szóval egy kádárkeringő. Na most ebből hoztam egy részletet. Tehát a következő Géza jön, azt mondja, tehát a Rajklaszé csinálta a díszleteket egyébként, gigantikus volt az egész, és a közönség 20-as egységekbe ment egyik helyszínről a másikra, és már jött a következő közönség is, tehát gyakorlatilag végigmentek, például az előcsarnokban 60-as évek Balaton, a szocpol, meg egyebek, meg egy ilyen strand jelenet homokkal és színészekkel együtt. És akkor a folyosón az egyik szobában az volt az én feladatom, hogy 60-as évek albérlője, fiatal egyetemista albérlője, Che Guevara, mit tudom én, mivel. Most az volt az érdekes, ugye 90-es évben élünk, hogy én a saját relikviáimat vittem, tehát iszonyú mennyiségű cigarettacsík, akkor Meulux, cseh, 8 mm-es vetítő, könyvek, és én voltam az albérlő. Most, ha 6-os trackre ráállsz, akkor meglátjátok, hogy a dolog ez mi volt. Ez egy 3 perces jelenet, vagy 4 perces. Pont ott, ahol föltakarítottam. Az ember egész évet, egy éveten át takarított az ember ezek után. Ki engedte rád ezeket a disznókat? Taposság, csak taposság. Mindenki rálép a munkámra. Annyi lábuk van ezeknek, mint egy 100 lábúnak. Várjál, most. Szoktunk, Pista. Tehát nem volt mese, de ez kellett a Bereményi, tehát ha nem találja ki.
És hát a gitár, ugye, ez egy fájdalmas dolog, mert ez most már esetben más archívumban van a gitár, tehát ez borzalmas megélni egyébként. Tehát, így ez az időn való átlovaglás, és főleg a Tamás hiánya, és ugye szoborrá lett, amit én nem néztem, meg nem is fogok megnézni, mert borzasztó elképzelni is. A Tamás archívumában viszont olyan dolgokat fedeztem föl, amiről már magam is elfelejtkeztem. És hát ez a gitár, ez már ott van.